A tulajdonos autóját egy korábbi haragosan látta meg a töltőállomásnál, a dühös férfinek azonnal eszébe jutottak a korábbi sérelmei, ezért felkapta a földre helyezett hirdetőtáblát, majd egyszerűen hatalmas erővel a jármű ablaka felé hajította. Az egészet rögzítették biztonsági kamerák is, ezért nem volt nehéz megtalálni az indulatos elkövetőt. A rendőrségi nyomozás nemrégen zárult le, az ügyben most született bírósági ítélet. A szekszárdi járásbíróság a vádlottat rongálás vétsége és garázdaság vétsége bűncselekményekben mondta ki bűnösnek, ezért halmazati büntetésül 70 nap elzárásra ítélte. Vagyis a benzinkúton rongáló férfi több mint 2 hónapra börtönbe megy tettéért. A fiatal elkövető egyébként nem egészen 2 év alatt most állt 3-szor a vádlottak padján. 2021-ben zsarolásért kellett felelnie, tavaly pedig szintén egy rongálás miatt vonták felelősségre. A bíróság a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlott korábban már többször volt büntetve, kapott már korábban felfüggesztett szabadságvesztést, illetve közérdekű munkabüntetést is egyéb bűncselekmények miatt, azonban nem tartotta vissza hasonló bűncselekmények elkövetésétől. A férfinek emellett közel 200 000 forintot is meg kell fizetnie a sértett részére. Az ítélet jogerőre emelkedett, mert azt minden érintett tudomásul vette.